Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét. A csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A sárkányhajózást szabadidősportként népszerűsítő roadshow-t indított be a Magyar Kajakkenu Szövetség illetékes szakbizottsága. Az első állomás Faddombori volt, ahol a létszám lehetett volna több is, de ezzel együtt is jó hangulatban zajló, érdekes versenyt rendezett a házigazda, Tolnai Sárkányhajó Egyesület. A Magyar Kajakkenu Szövetség égisze alatt elindult a négy fordulóval álló sárkányhajó országos roadshow, és ezekre a versenyekre nem azokat a gyerekeket várják az általános és középiskolai korosztályból, akik egyébként is részt vesznek a versenysportban, hanem kimondottan a kezdőket, az igazi amatőröket. Itt a cél az, hogy a fiatalsággal ismertessük meg magát, a vízsportot, a vizet, hogy a fiatalságot is bevonjuk magába a sportéletbe, barátkozzanak meg vele, tanulják meg az alapokat. A rúcsó egyik állomása a négy közül Faddombori volt, köszönhetően a Tolnai Sárkányhajó Egyesület aktivitásának, akik pályáztak, majd felvállalták a verseny szervezését. Több iskolára számítottak, de így is egy jó kis hangulatos versenyt tudtak rendezni. Nagyon sok iskolába írtunk, de nem annyira éltek a lehetőséggel. Tehát most ez a program ez úgy alakult, hogy gyereknap, tehát nagyon sok olyan rendezvény volt, ahol részt kellett vegyenek. Tehát Tolnáról van két általános iskola, a Vosinski, aztán a Szekszádról van egy iskolánk, a gyakorlóiskola. Középiskolából van három, a Csapodáni vagy középiskola, az Ady Endre középiskola, és van egy bogyiszlói középiskola, tehát a bogyiszlóiak álltak össze, mint középiskolás. Apropó Bogyiszló, a település már régebb óta igyekszik bekapcsolódni a sárkányhajózás országos és megyei vérkeringésébe. Egy a többihez nem hasonlítható retróhajóval jöttek, amit egy helyi ácsmester készített. Egy 10 férőhelyes hajónk van, amivel sokkal nehezebb menni, mint a sárkányhajóval, és hát igazából egy héten ugye a tesi órákon szoktunk csapatokba evezni, és akkor ilyen kisebb osztályversenyeket szoktunk csinálni. Kormányosunk az úgy van, hogy akit megkértünk, a dobosunk pedig... Hát nem szoktunk mi dobolni egyébként, szóval nem sűrűn csináljuk ezt, de viszont ügyesek a lányok. Így igaz, hiszen a 150 méteres pályán az időfutamokban a bogyiszlói hajó volt a leggyorsabb, ami reményekre jogosított fel a harmadik futam előtt. Ugyanezt elmondhatták magukról a tolnai csapat tagja is. Az első futamban szintén elsők lettünk, és másodikban is sikerült az elsőet elhozni. Szintén a kormányosok képzett emberek, és ők megmutatják, hogy hogyan kell a technikát, mire kell figyelni. Nagyon jó csapatépítő sport. Most délután is cégek fognak versenyezni, és családok. Egy borzasztó jó sport, ami összehozza az embereket. Ha már szabadidősportról van szó, a diák roadshow-val párhuzamosan a felnőtteknek, baráti társaságoknak is rendeznek versenyt mind a négy futamon. A rendező Tolnai Egyesület meghívta erre az alkalomra a szerbiai Bezdán csapatát, amelyel évek óta jó kapcsolatot ápolnak, részt vesznek egymás versenyén. Legutóbb éppen a tolnaiak jártak Bezdán. Négy évünkbe tellett, mire egy pályázat során tavaly nyáron ebben az időben tudtunk venni 2 20 személyes hajót, és így tudtunk elkezdeni rendesen edzeni, versenyeket szervezni, aminek az eredménye is volt ez a múlt heti sárkányhajózás. Ami a roadshow további folytatását illeti, legközelebb Baján, aztán Kalocsán lesz verseny. A diákoknál az egyes fordulók győztesei meghívást kapnak a szeptemberi országos döntőbe, amit Sukoron rendeznek. A 8. helyen zárta az elmúlt idényt a Paksi FC labdarúgó csapata. Bár az alapvető feladatukat, hogy megtartsák NB1-es tagságukat teljesítették, ezzel nem voltak elégedettek a klubnál. Távozott is Csertői Aurél vezetőedző, akinek helyét Tomislav Szivics vette át. Pihenjetek minél többet, és azokkal az erényekkel, ami korábban jellemezte a csapatot, úgy gyertek vissza. Értem alatta az egyik legfőbb elényünket, hogy a legszorgalmasabb magyar csapat legyünk továbbra is. Minket az elmúlt időszakban ez jellemzett leginkább, és ez volt az erősségünk, hogy szorgalmas csapatként és egy csapatba kovácsolva tudtunk
együtt lenni, és tudtunk jó eredményeket produkálni. Az évzáró vacsorán ezekkel a szavakkal küldte pihenőre labdarúgóit a klub elnöke, aki természetesen nem volt elégedett a 8. helyjel. Az idei szezon házi gólkirálya a Paksi nevelésű Hány János volt, 9 találattal. A második fél év alapján azt mondom, hogy örüljünk, hogy bennmaradtunk, ugye nyilván, tehát ennek örülni kell, de nem így indultunk ennek a szezonnak, tehát az első félben látszott, ezt a tavaszt kell igazán átértékelnünk, és utána abból kell merítkeznünk, amik jók voltak, és abból tanulni, amik meg gyengeségeink voltak. Szabó János elég sokat volt sérült a szezonban, közel 5 hónapot kellett kisebb-nagyobb sérülésekkel kihagynia. Én azt gondolom, hogy az utolsó 5 fordulóban mutatta meg a csapat igazán azt az arcát, azt a küzdeni akarást, amire lehet építeni a jövőben. Én azt gondolom, hogy abból kell kiindulnunk, hogy itt a végén tudtunk olyan egységes csapat lenni, hogy végül bent tudtunk maradni az NB1-be, ez nagyon fontos volt számunkra. Nyilván nem jó érzés így elmenni szünetre, de muszáj lesz kipihenni magunkat és a jövőre koncentrálni. Az első 6 volt a cél, de ugye a tavaly 7. hely után úgy gondoltuk, egy kicsit megpróbálunk előrelépni. Az alapvető elvárás, hogy bemaradt a csapat az NB1-be, azt teljesítettük. Voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyeink, csak az utolsó hetekre kerültünk a kieső zóna környékére, belőtte azért komoly előnyünk volt. A felkészülésünk az június 24-én kezdődik, augusztus elején kezdődik majd a bajnokság. Természetesen lesz változás a játékos keretbe is, és valószínűleg a szakmai stábba is. Az évzáró vacsorán Csertői Aurél nem jelent meg, mely már sejtetett valamit. Másnap a klub honlapján közölte a tényt, a Paksi FC és Csertői Aurél közös megegyezéssel szerződést bontott. Ezzel egy 5,5 éves periódus zárult le. Az utódja is megvan, Tomislav Szivics irányítja a csapatot a jövőben, akivel 1 éves szerződést kötött a klub. Szivics számára nem ismeretlen a paksi terep, hiszen a 2012-13-as idényben dolgozott Pakson. A paksiak 14. élvonalbeli szezonját is a szerb-magyar szakember dirigálja. Már nem először dőlt el a helyosztókon büntetőkkel a végső helyezés. A szekszárdi UFC és a Tolnamős csapatai között az NB1-es női futszál bajnokságban. Tavaly is a bronzért játszott a két csapat, akkor a 7-es rúgásokban a tolnamőzsiek voltak a jobbak, most pedig mindez fordítva történt, így a szekszárdiak szerezték meg idén a bronzérmet egy változatos, fordulatos, izgalmas mérkőzésen. Igazi presztízs csata volt a futszál NB1 második Tolnán lejátszott bronzmeccse a szekszárdi UFC és a Tolnamős között. A játékosok mindkét oldalon úgy odatették magukat, mintha a hűnóhajtott arany csata zajlana. Ennek ellenére roppant sportszerű volt a légkör, és nagyon kiegyenlítette a játék. Mindössze 1 másodperc választotta el a 2-1-re vezető sárga mezes szekszárdiakat attól, hogy megnyerjék a második meccset is, és övék legyen a bronzérem. Ám ennyi idő, mindössze 1 másodperc is elég volt a Tolnamezs motorjának, válogatott játékosának, Varga Adélnak, hogy távolról, ha úgy tetszik, cimbalomszögből ritkán látható nagy góllal egalizáljon, és hosszabbításra mentse a meccset csapata számára. Akciógól ez volt az utolsó a meccsen, mert hogy a 2x5 perces hosszabbítás sem hozott döntést, hiába űzték, hajtották továbbra is egymást a csapatok. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, jöhettek a büntetőrugások. Ebben pedig az idén a szekszárdiak bizonyultak jobbnak. A Tolnamös 2 hetest is elhibázott, miután a soron következő szekszárdi játékos, nevezetesen az ukrán Vaskovecs Mária betalált, így eldőlt a bronzmeccs, nem kis ünneplésben részesítette a tolnai sportcsarnokban ellátogató legalább 500 szekszárdi szurkoló az idén bronzérmet nyert csapatát. Először is gratulálni szeretnék a Tolna csapatának. Küzdöttek, hajtottak, tényleg le a kalappal előttük. Mi az utolsó leheletükig küzdöttünk, harcoltunk, kézben tartottuk a meccset, sajnos a lehetőségeink kimaradtak, de hát ilyen a sport. A válogatott játékos reménykedik, hogy együtt marad jövőre is ez a jó csapat, és megmarad a jó közösség. Csapaton kívül is jóban vagyunk, szervezünk programokat, sokat beszélgetünk, de szerintem ez az alapja egy jó csapatnak.
Micskó Márk azok után, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézniük tavasszal, az újabb bronzérmet nagyon tudja értékelni. Szurkolóikról pedig szinte szuperlatívuszokban beszélt. Nagyon köszönjük nekik az egész éves támogatásukat. Nélkülünk, ha ők nem lennének, sehol nem lennénk szerintem. Tehát ők nem csak egy, hanem két ember plusz jelentenek nekünk, idegenben is, itthon is. Büszke vagyok a lányokra, nagyon nehéz szezonunk volt, egész tavasszal sérülések sújtottak. Volt, hogy három játékosom nem tudott játszani, tehát tele voltunk gondokkal, de végigcsináltuk, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a lányok megszerezték a bronzérmet. Amit mint emlékezetes tavaly, hasonló körülmények között éppen a Szekszárd ellen a Tolnamös csapata szerzett meg. Az atomerőmű ESE küldött közgyűlésén az elmúlt esztendő kiemelkedő eredményeit vették górcső alá. Mindemellett átadták az ASE örökös bajnoka és az ASE örökös tagja kitüntetést is. Nagy létszámmal és anyagiak tekintetében is stabilan működik az Atomerőmű Sportegyesület, értékelte az elnökség a közgyűlésen. Közel 1500 tagból nagyon sok olyan szabadidősportoló van, aki tizedek óta csinál valami értékeset, és ugye ez egy olyan erős közösség, amiben az élsport és a szabadidősport is együttműködik. Az, hogy a helyzetünk mennyire stabil, ez egy anyagilag. Tavaly évben sikerült a Rosatomtól egy 100 millió forintos támogatást kapnunk, és azért ez egy kicsit stabilizálta a helyzetet. A várossal sikerült megkötnünk a építményadó után az emeltebb támogatási összeget, és hozzátartozik, hogy az összes szakosztály nagyon fegyelmezetten gazdálkodott. Lassan ezzel együtt felkészül arra, hogy ha elindul a építkezés, akkor itt nagyon nagy számú ember fog megjelenni. Minden szakosztályunknál vannak tervek arra, hogy hogyan tudjuk kiszolgálni megnövekedett igényeket. A 2019. évben az Atomerőmű Sportegyesület elnöksége az ASE örökös tagja kitüntetésben részesíti Csűrös Dénest. Díjakat is átadnak hagyományosan az Egyesület közgyűlésén. Csűrös Dénes a paksi kosárlabdáért tett érdemei elismeréseként vehette át az ASE örökös tagja kitüntetést. Próbáltunk, rövesen fut az időben is, meg magunkkal is. Tényleg sok játékos megfordult volt, lengyel és litván kapcsolatunk. Hát igazán meglepett, mert hát régen kiestem már ebből a dologból, hát ennek már több mint 15, majdnem 20 éve, és úgy is érezte az ember, hogy mert talán el is felejtették azt, amit az ember csinált. De ezt a meglepetésemre Kovács Balázs megkeresett, és közölt az elnökség döntését, hát örülök neki, megmondom őszintén, hogy azért még az ember eszébe jut. Az ASE örökös bajnoka kitüntetésben Till Barbara részesült, aki most nem tudta átvenni a díjat. Barbara az általános iskolában ismerkedett meg a judó alapjaival, ahol nevelőedzője Keszthelyi László már a kezdetektől látta, hogy kitartásával, elszántságával, küzdeni akarásával kiemelkedik társai közül. Sportban, mind az iskolában, mindenhol ő eminens volt. A judóba is meg akart felelni, versenyt akart nyerni, nem szeretett kikapni, hamar megmutatta, hogy igenis tud nyerni. És hát aztán, ahogy fejlődött, átkerült a Hangyácsi Laci csoportjába, ahol Antival együtt edzett tulajdonképpen, és hát fogékony volt a judóra, nemzetközi szinten igen jó eredményeket érte, sajnos kicsit korán hagyta abba a sérülés miatt. A kitüntetést Till Barbarának Kovács Antal a junior judó atomkupán adja majd át ünnepélyes keretek között. A legkisebbek is megmutathatták tudásukat 40 méteres síkfutásban, kislabdahajításban és 4x50 méteres váltófutásban. Ugyan az első-második osztályosok még nincsenek benne a diákolimpiai rendszerben, a testnevelők, az edzők, de még a gyerekek is nagyon komolyan veszik a versenyt. A 200-nál kevesebb tanulót foglalkoztató intézmények pedig atlétika, kispályás labdarúgás és kézilabda sportágban nevezhettek a kisiskolák diákolimpiai bajnokságára. Mindkét versenyt múlt héten rendezték. Összesen 6 fiú és 6 lány csapat érkezett pécsi intézményekből, valamint a Kozármislenyi Janikovszki Éva és a Geresdlaki általános iskolából a legkisebbek városi atlétikai bajnokságára. A pécsi Bártfa utcai iskola tanulói már mindhárom versenyszámmal végeztek. Kellett csinálni kislabdahajítást, váltóversenyt, és ilyen
futást, és szerintem nekem a váltóverseny. A gyerekek többsége más sportot űz már, de szeretik az atlétikai versenyszámokat is. Váltóversenyt kellett, meg futni kellett versenyt, meg ott hajtani kellett labdákat. Nekem nagyon tetszett. A pécsi Bártfa utcai általános iskolában fontos a sport. A gyerekeket egész kiskortól a mozgásban gazdag életmódra nevelik az intézményben. 6 gyerekkel jöttünk, hát a múlt héten sikerült összeszedni a csapatot, és nagyon lelkesek voltak. Mi fontosnak tartjuk, hogy amennyi versenyre csak tudunk, eljussunk, és hát az egyik alapsportág ugye az atlétika, amire mindig eljövünk. Mi most végeztünk, szerintem nagyon jól szerepeltünk. Hát a többi csapat eredményét még nem ismerjük, de én elégedett vagyok. A versenyt lányoknál a kozármislenyi Janikovszki Éva általános iskola csapata nyerte, míg fiúknál a Messesi általános iskola tanulói érték el a legtöbb pontot. A tét a városi bajnoki címnek az eldöntése. Hát mi diák olimpiai versenynek hívjuk, hiszen ugyanolyan feltételekkel rendezzük ezt is, mint az idősebb korosztályokét. A mai napon a legkisebbek, az első-második osztályosok vannak itt a pályán. Ők döntik el azt, hogy melyik csapat, illetve egyéniben ki a legügyesebb atléta palánta jelen pillanatban itt a városban. Elsősorban a nemzeti alaptantervhez igazítjuk a versenyszámainkat, ezért nincs távolugrás, mert itt még ugye ebben a pici korban még a iskolában nem tartanak ott, hogy oktassák. Futószámok vannak, illetve a kislabdahajítás, amit már egész kiskortól kezdve ugye gyakorolnak a suliban is. Atlétika, kispályás labdarúgás és kézilabda sportákban nevezhettek a 200-nál kevesebb tanulót foglalkoztató intézmények a kisiskolák diákolimpiai bajnokságára. Az atlétika megyei döntőjén Baranya 15 intézményének tanulói vettek részt. A Vémindi általános iskola az összetett csapatversenyben nem indult, egyéni versenyzőket és 2 svéd váltót neveztek a megyei fordulóra. Vémindi általános iskola vagyunk, veszélyeztetett gyerekekkel, vagy évtizedek óta már jövünk versenyre, kisiskolákért, országos versenyeken is szerepeltünk többször, Debrecenben, Újpesten, az MTK pályán és így tovább. 2 svéd váltócsapattal jöttünk, egy lányjal és egy fiúval, és 2 egyéni versenyzővel, 800-as síkfutókkal. Most 3 nappal ezelőtt voltunk egy kisiskolák labdarúgó tornáján, amit térségének hívják, és onnan az első 2 csapat jut tovább. Ott nem volt szerencsénk, holott idáig, ezt az utolsó évet leszámítva mindig ben voltunk a legjobb 3-ba a térségén is. A Mohácsi Boldog Gizella katolikus általános iskola fiúknál és lányoknál is indult az összetett csapatversenyben is, és minden évben eljutnak a tanulók az országos fordulóra. 12 fővel érkeztünk Mohácsról, és a svéd váltó, illetve az egyéni összetett és a csapatversenyben szerepelünk. Mi egy katolikus iskola vagyunk a pécsi püspökség fenntartásában, Mohácsról Boldog Gizella katolikus általános iskola. Mi minden évben itt vagyunk ezeneken a versenyeken, és próbálunk eredményesebben részt venni. Mi fociba is indultunk, kézlabdában nem tudunk, mivel kisiskola vagyunk, és nincs annyi diákunk, hogy a lányok el tudjanak indulni, ezért csak ebbe a 2-be indultunk. Különösen fontos a sport a Néri Szent Fülöp katolikus általános iskolában is. Az intézmény alig több mint 80 tanulója, jó részt a környék hátrányos helyzetű családjaiból származik. Atlétikára jöttünk ma, és 4 vagy 5 próbába indulunk, mindannyian, hát én megyek 400-ason is. Hát voltunk az előbb 100 méteren, azt meg is nyertem a futamomat, meg az egészet ugye, de távolugrásba viszont beléptem mind a 3-ba, és az nem pont. Még van vissza a kislabdahajítás, meg a 800, meg ugye a svéd váltóban 400 méter. A nérisek korábban nem csak a kis létszámú iskolák között, hanem az atlétika diákolimpiai csapatbajnokságban is értek el már eredményt, ahol a nagy iskolákkal is felvették a versenyt. A mai mostani kisiskolákat esélyesnek tartottam, csak sajnos ugye a Dávid, ahogy mesélte is az ő interjújában, elcsúszott, ott a távolugrás valamiért neki nem annyira fekszik, és ugye nem lett érvényes ugrása. Úgyhogy sajnos most kicsit reménytelennek érzem ezt az első helyet, pedig nagy reményekkel jöttünk, meg lett is volna nekik esély, mert nagyon ügyesek eddig.
csak ugye most így ezzel az ugrással elcsúszott, és úgy gondolom, hogy azért vannak itt ügyesek, ügyes csapatok rajtuk kívül is, úgyhogy még azért reménykedem, de nem tudom, őszintén nem tudom, hogy... Hát nálunk a labdarúgás a fő, nagyon-nagyon ügyesek benne, viszont idén sajnos nem hozták azt, ami a papírforma volt, úgyhogy ott is voltunk kisiskolákban, második helyet hoztunk el, de tényleg éppen csak lecsúsztunk sajnos ezekről az első helyekről, ugyanígy a futsztálban is második helyet hoztuk el, és a sima diák olimpián is második hely, ugye megyeibe jutottunk el, úgyhogy sajnos most idén így sikerül, de reméljük majd jövőre. Az összetett csapatversenyben fiúknál a Szederkényi általános iskola győzött, lányoknál pedig a Sombereki általános iskola. A svéd váltott fiúknál a Geresdlaki általános iskola, lányoknál pedig a Boldog Gizella katolikus általános iskola csapata nyerte. 600 és 800 méteren az első két egyéni versenyző jutott az országos fordulóra. A többi versenyszámban pedig csak az elsők, valamint a legjobb fiú és lány svéd váltó és a legjobb fiú és lány csapat képviseli a megyét az országos döntőn. A Misina csúcs támadás távját 76-an teljesítették, a városvédő tükefutáson pedig több mint 2000-en álltak rajthoz hétvégén. A pécsi futóünnepen az egyéni helyezetteken kívül értékes sportszer vásárlási utalvánnyal díjazták a tanulói létszám arányában legtöbb diákot mozgósító pécsi és Pécs környéki iskolákat. Közös gimnasztikával kezdődött a hétvégi futóünnep. A rossz idő miatt május 5-éről 25-ére halasztott városvédő tükefutás és Misina csúcs támadásra több mint 2000 futó regisztrált. A szervező PSN ZRT-től néhányan a futást is bevállalták. Én abszolút szervezésre készültem, nagyjából majd minden ilyen eseményt, amikor nagy futásaink van, próbálom lefutni, persze nem a csúcstámadás, mert ahhoz azért elég komoly felkészülés kell, de ezt a városvédő futáson, ezt a 3 kilométert mindig. Örülök neki, hogy elhalasztottuk, ma az egy borzasztó esőszeles nap lett volna, de ez a pótnap úgymond elég szépnek ígérkezik, süt a nap, és közel 3000 ember jön el hozzánk most futni. Versenyeznek egymással az iskolai csoportok a nevezés számától függően, és a verseny végén tárgynyereményekkel fogjuk megajándékozni őket. A futónapon először a 9,3 kilométerre nevező 76 versenyző állt rajthoz. Réka szülés után nemrég kezdett el újra futni. Már futottam többször, és hát most egyelőre csak teljesíteni szeretném. Hogyan fogod beosztani az erődöt, mit találtál ki? Hát az elején óvatosan, és akkor majd a dömör kap után kicsit erősebben, hogyha még megy. Ádám mindig az élmezőnyben végzett eddig, de nyernie még nem sikerült. Abszolút. Második voltam tavaly előtt negyedik. Szeretném most idén megnyerni. Mi lesz a taktikát? Hogyan osztod be az erődet? Az elején kicsit lassabban kezdek, aztán a második felébe megpróbálom leszakítani a többieket. A következő rajt 5 perc múlva volt, akkor a városvédő tükefutás mezőnye indult el a 3,4 kilométeres belvárosi körön. A versenyre iskolai csoportok is szép számmal neveztek. Bogádi általános iskolában jöttünk, 117-en neveztünk a 160 tanulóból, hát mindenki egyénileg, ahogy gondolta. Szeretnünk volna minél több gyereket megmozgatni, és hát igen, mivel kisiskola vagyunk, ezért célunk az, hogy valami összeggel ugye támogatást kapjon az iskola. Nagyon lelkesek voltak, itt vannak mögöttünk. Minden évben szoktunk jönni, tehát ez már hagyományá vált az iskolába, és egyre több gyerek nevez be, illetve szülő és családtag a versenybe. Igazából tesi órán készültünk, de még nem voltam. Mire számítasz, hogyan fogod beosztani az erődet? Hát, elején kocogok, és a végét meghúzom. Tudod, hogy mi az útvonal? Ismered? Lesz valami nehéz? Nem tudtam, nem. Voltál még? Nem voltam még. Az iskolából mennyien jöttetek, vagy egyáltalán mikor szóltak nektek, hogy gyertek? Hát, körülbelül egy hónapja. Hát, fél iskola talán, vagy több, nem tudom. A Misina csúcs támadás távján a férfiak és a hölgyek mezőnyében is pécsi siker született, hiszen a PSN ZRT sportiskola két versenyzője is dobogóra állhatott. Halász Ádám az első, Sebestyén Bátai Réka pedig a második helyen végzett. A városvédő tükefutást leggyorsabban dr. Jakab András teljesítette, az első hölgy beérkező pedig Sütő Nikolett volt. A szervezők díjazták a tanulói létszám arányában legtöbb diákot mozgósító pécsi és Pécs környéki iskolákat.
pontokat is. Az első helyezettek 50-50, a másodikak 30-30, a harmadikak pedig 20-20 ezer forint sportszer vásárlási utalványt kaptak. Jutalmat kapott a Pogányi, a Görcsönyi, valamint a Bogádi dr. Berzenagy János általános iskola, Pécsről pedig a Pécsi Belvárosi általános iskola, a Cserepka iskola, valamint a Pécsi Tudományegyetem egyes gyakorlója. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!